A Fidesz frakció vezetője Botka Lászlóra hivatkozva már tényként kezeli, hogy a szocialisták azt tervezik, hogy lebontják az ország déli határán épült kerítést. A szocialisták miniszterelnök jelöltje azonban úgy fogalmazott a Reutersnak, hogy a kerítések lebontása csak azután kerülhet szóba, ha már kiépült az Európai Unióval közös határvédelmi rendszer. Botka László egész egyszerűen veszélyes a magyar nemzet biztonságára. Erre a következtetésre jutott Kósa Lajos abból a nyilatkozatból, amit az MSZP miniszterelnök jelöltje a Reuters hírügynökségnek adott. Napnál világosabb arról van szó, hogy a szocialisták mintegy megkoronázva az eddigi migránsbarát és bevándorlás párti álláspontjukat most nyilatkoznak, hogy aki azt szeretné, hogy a kerítés el legyen bontva, és így Magyarország védtelen maradjon a déli határokon, az szavazzon Botka Lászlóra. A Reuters felvételén ez nem így hangzott el. Azon leszünk, hogy a kerítés minél gyorsabban lebontható legyen. Ehhez persze az kell, hogy lássuk azt, hogy stabilan működik az az összeurópai megoldást, amit megkésve, de azért mégiscsak összehozott az Európai Unió. Nem a kerítés miatt nem jönnek százezrek a balkáni útvonalon, hanem azért, mert működik az Európai Unió és Törökország közötti együttműködés. Botka László éppen akkor szeretné elbontani a kerítést, amikor növekszik a migrációs nyomás a déli határokon, tette hozzá Kósa Lajos, aki szerint, ha a szocialisták győznek, akkor korlát nélkül beengedik a migránsokat, és Magyarországot kiszolgáltatják az újkori emberáradatnak. A Reutersnek nyilatkozó Botka László azt mondta, hogy ha őt megválasztják, és a szocialisták győznek, akkor lebontják a kerítést a határon. Kósa Lajosban és Botka Lászlóban egyetlen egy közös dolog van, hogy mind a ketten tudják, hogy Kósa hazudik. Botka László ugyanis arról beszélt, mondta, hogy a kerítésre akkor nem lesz szükség, amikor kiépül a közös európai határvédelmi rendszer, és rendeződik a közel-keleti helyzet.